Szia! Üdvít a Rollingtons csatornán! Ma a borongós szőrdepejéből köszöntelek téged. Amikor néhány évvel ezelőtt a Scania bemutatta az új szuper hajtásláncot, akkor következetesen és titokzatosan motorplatformként hivatkoztak rá. Akkor még nem tudtuk, hogy mit rejt ez a meghatározás. Nos, ma már megtudtuk, hogy az új 11 literes motort húzták ki az ingójukból. Ma lerántjuk a leplet arról, milyen trükkel csapták ki ezt az új motort az asztalra. Gépjárművében a Bors utastérszűrő tiszta levegőt, az ablaktörlő pedig zavartalan kilátást biztosít. Ne félj, nem akarom elvenni a Mérnöki Tudományok Magyarázata című méltán híres amerikai YouTube csatorna kenyerét, de egy motortervezési gyors talpalót azért tartsunk. Azért nagyon szeretem a magyar öszlöket térfogat szót, mert remekül leírja a motor alapvető karakterisztikáját befolyásoló tényezőket. A löket térfogat a hengerek űrtartalmára utal, amit a furat átmérője és a löket hossz határoz meg. Ezek nagyon alapvető jellemzői egy-egy motornak, például ez dönti el, hogy mekkora sebességre tud például felpörögni a motor, vagy az, hogy hogyan adja le a nyomatékot, mekkora nyomatéka lesz majd a motornak. Az előtagja a kifejezésnek pedig behozza a képbe a hengerek számát, ami szintén egy nagyon fontos jellemzője a motoroknak, például ez azt határozza meg, hogy mennyire simán fog járni a motor. Azt mondták annak idején a Scania szuper hajtáslánc bemutatásakor, hogy ez lesz az utolsó belső égésű hajtáslánc generáció, amit terveznek, ezért ebbe aztán beleadtak apait, anyait. Nem kell rakétatudósnak lenni ahhoz, hogy megértsd, hogyha egy 13 literes motorból 11 literes szeretnénk csinálni, akkor bizony valamit változtatni kell. Ezért magyaráztam el, hogy miért olyan fontos a furat és a löket viszonya például, hiszen ez az, ami nagyon-nagyon alapvetően meghatározza a motor karakterisztikáját, ezért az például, ha egyszer már jól beállították, akkor nem érdemes mahinálni. Ha esetleg meg is van ez az arány, és azt lecsökkentjük, akkor pedig gyártásbeli problémáid jönnek elő. Hiszen ha egy kisebb hengered van, akkor abban már is kisebb dugattyút kell gyártani, kisebb dugattyúgyűrű kell hozzá, és adott esetben akár egy másik hajtókar. No, ezért mondták a szőrdepejében, hogy neid jörvi inte, ami annyit tesz, hogy nem, na ezt mi nem csináljuk. Helyette fogták a nagy kést, és levágták a hatodik hengert a hengertömbről. Igen, becs szó így történt. Fogták és 5 hengeres csináltak a 6 hengeresből. És tudod miért ezt az utat választották? Azért, mert ahogy magyaráztam, a motor így 85%-ban, azaz 5-6-od arányban megegyezik a csonkítatlan nagy testvérével. Remek példa erre a szívócső. Ennek hossza szintén egy olyan jellemző, amelyet hosszas elemzés optimalizálás során alakítanak ki. Láthatod is, ahogyan az első, levágott henger szívónyílásának helyénél szépen ledugózták. Hallom, ahogy püfölöd a billentyűzetet, de hát hé, a 9 literes is egy 5 hengeres motor volt. Igen ám, de az egy eleve annak fejlesztett, önálló egység volt, nem egy csonkítással szült változat. De ehhez tegyük hozzá gyorsan, hogy a 6 hengeressel együtt kezdték fejleszteni az új Super 11-et is, nem utólagos kósza gondolatként jutott eszükbe. Olyannyira, hogy a Super 13 gyártásának kezdete óta a gyártósor egyes állomásai ott álltak üresen az új 5 hengeres motorra várva. Bár megmutatták nekünk a motorgyárat, bent forgatni nem engedtek, így be kell érned egy valóban rövid diavetítéssel. A gyártásban 30%-a szebbik nem aránya, az üzem munkatársai 30 országot képviselnek, ám mindenkinek tudnia kell svédül. A szupermotorokat már jelentős részben automatizáltan építik, és minden egyes darabot tesztelnek kiszállítás előtt. Mondtam, hogy gyors lesz, már gördülünk is tovább simán. Beszéltem az elején arról, hogy a hengerek száma meghatározza, hogy milyen simán jár az erőforrás. Nem véletlenül hoztam fel ezt, hiszen a soros 6 hengeres motor tökéletesen kiegyensúlyozott. Az 5 hengeresre ugyanez már nem igaz, ott igenis érezhetők a függőleges és forgó mozgások okozta vibrációk. A Scania mérnökei ennek minimalizálására megfelelő gyújtási sorrendet, valamint 2 kiegyenlítő tengelyt alkalmaznak. Mi több,
Míg az egyes hengerekbe befecskendezett tüzelőanyag mennyiségét is változtatják az élmény kisimítására. Persze, ezzel még korán sem ért véget a látványos káprázatok sora. Jelentős újdonság, hogy a motor változó szelepvezérlést alkalmaz, ráadásul mind a szívó, mind a kipufogó oldalon. 80 fokban tudják változtatni az időzítést, ennek legnagyobb előnye, hogy a motor és a kipufogó gáz utánkezelő rendszer jobb hőmenedzsmentjét teszi lehetővé. Egy másik hozadéka, hogy a dekompressziós motorfék hatékonyságát is növeli, hiszen így lassításkor a vezérlés nem az optimális égés folyamatra, hanem a lehető legjobb fék teljesítményre koncentrálhat. Ennek is köszönhető, hogy az alapváltozat mellett egy izmosabb és specifikálható, ami bizonyos esetekben kiválthatja a retardert, megint csak sok-sok 10 kilót spórolva ezzel. A Scania motorok továbbra sem alkalmaznak kipufogó gáz visszavezetést, ráadásul az SCR rendszert is továbbfejlesztették. A szelektív katalitikus redukció során AdBlue befecskendezésével semlegesítik a kipufogó gázok nitrogénoxid tartalmát. A megfelelő keveredés és működés érdekében rendkívül nagy hőmérséklet szükséges ehhez, ezért igyekszik minden gyártó a lehető leggyorsabban bemelegíteni és lehetőleg forrón üzemeltetni a motort. A Scania most a turbófeltöltő turbina lapátjának tengelyére rakott egy kis edényt, erre permetezik az első adag adalékanyagot. Itt a legforróbbak a gázok, és ez a kis csésze 100 000-es fordulaton forog, mindkettő segíti a hatékony keveredést. Így a motor hidegebben üzemelhet, és a második lépcsőben elég kisebb mennyiségű adalékanyagot befecskendezni. Akár 7%-kal takarékosabb, mint az eddigi kicsi 9 literes motor, valamint annál 30%-kal hosszabb szervizintervallumok jellemzik. Egyúttal 85 kg-mal könnyebb a 13 literesnél, míg csupán 10-zel nehezebb a 9 literesnél. Három teljesítmény szintje a 257-316 kW közötti tartományt öleli fel. A csúcsnyomatékuk 1800-2200 Nm. A motor mind hidrogénezett növényi olajokkal, mind zsírsav metil észterrel üzemeltethető. Ezzel a tömegérzékeny alkalmazásokra, a teljesítmény vagy a fogyasztás terén kötött kompromisszumok nélküli adóként kapták elő. Ami ráadásul a hosszabb szervizintervallumok jóvoltából a korábbi kis motornál többet és olcsóbban dolgozhat. Arra kértelek már, hogy iratkozz föl, tedd meg léci, és nyomd meg lent a csengőt is mindenképpen. Köszi, király vagy! Melegváltásban ültem át a legjobban összehasonlítható Super 13 420-ból a Super 11 430-ba. Ha nem tudom melyik, biztosan meg nem mondtam volna, hogy van-e különbség hangzásban, vibrációban. Sőt, bár a 11 literessel szerelt teherautó néhány tonnával könnyebb volt, annak motorfékje még erősebbnek is tűnt a lejtőkön. Amúgy a fékpedál rövid érintésével aktiválható a lejtmenetvezérlő, amely a tartósfék segítségével ügyesen tartja a beállított és szabályozható tempót. Beszéltünk elég sokat már a motorról, de nézzük meg, mire jó a valóságban. A városi logisztika és a regionális fuvarok remek alternatívája lehet. Jó választás billencsekhez vagy ömlesztett árut szállító gépek esetében. Alkalmazható hulladékgyűjtés és szabályozott hőmérsékletű szállítmányok kapcsán. Konténerszállítók, műszaki mentők vagy tűzoltó autók partnere lehet. Ja, és bár ez kényes kérdés a márkánál, de természetesen buszokba is beépítik majd. Hazánkban a 9 literes és a legerősebb 11 literessel összevethető belépőszintű 13 literes teherautók eladásai egyaránt marginálisak. Viszont tavaly az 1000 eladott Scania-nak több mint felében a Super 13 második teljesítmény lépcsője dolgozott. Érdekes kérdés lesz, hogy az új motor kisebb tömege és fogyasztási előnye el tudja-e csábítani egyes alkalmazások esetében a nagyobb motortól az üzemeltetőket. A szakfelépítményes teherautók, a sík régiók és a kisebb megmozgatott tömegek esetében lehet is esélye erre. Most már te is tudod a Scania 11 literes 5 hengeres motorjának a titkát. Így ha legközelebb téged kérnek meg arra, hogy csinálj egy 6 hengeres motorból egy kisebbet, te is tudod, mi a megoldás ebben az esetben.
tetszett a videó, kérlek mindenképpen iratkozz föl, és nyomd meg a csengőt is lent, és akkor legközelebb is találkozunk. Szia! Gépjárművében a Bors utastérszűrő tiszta levegőt, az ablaktörlő pedig zavartalan kilátást biztosít.